Számos cég jelent meg január utolsó napjaiban a sportarénában, hogy széles választékukkal biztosítani tudják a fiatal házasodni készülő pároknak azt, hogy álomesküvőjük megvalósuljon. 12 évvel ezelőtt az első esküvői kiállításon a szervezők csak a csarnok felét tudták megtölteni szolgáltatókkal, mostanra viszont már szűkösnek bizonyult az egész területe, ugyanis egyre szélesebb és szerteágazóbb a vállalkozók kínálata. A célunk ezzel a kiállítással az volt, amikor ezt létrehoztuk, hogy egy időben, egy helyen mindent megtaláljanak a házasulandó párok, ami egy esküvő megszervezéséhez szükséges. Tehát itt láthatunk a ruháktól kezdve a zenéig, a fotósig, a videósig, ékszerészig, nászutas ajánlatokat találhatnak, rendezvényhelyszíneket, és a többi, és a többi. Úgyhogy a két napos eseményen én úgy gondolom, hogy mindent megtalálnak, ami ehhez szükséges nekik. A kétnapos rendezvényen folyamatosan a színpadon különféle programokkal is kedveskedünk az ide látogatóknak, így láthatnak divatbemutatókat, smink és frizúra bemutatókat, de táncos és énekes produkciók is megtalálhatók, meg jó tanácsok esküvőszervezőktől esetleg, és hát természetesen a tombola is. Sok mennyasszony szeretné megtartani a csokrát az esküvő után, és vannak is jó módszerek arra, hogy kitartson, de a legjobb megoldás az, ha eleve olyan csokor készül, ami nem ehervadhat el. Az elmúlt években már hazánkban is egyre divatosabb az ékszert csokor. Másodszorra vagyunk itt, tavaly nagyon nagy sikerünk volt, akkor kezdtük el az ékszercsokrokat megismertetni a mennyasszonyokkal. Idén már egy kicsit jobb ajánlatokkal készültünk, hiszen az elmúlt egy évben megismertük a mennyasszonyok igényeit, úgyhogy most már egy nagyon jó kis rendelési módszert alakítottunk ki. Alapcsokrokkal készültünk, és erre lehet prosokat válogatni a mennyasszonyoknak. Tehát tulajdonképpen ezt az évet már úgy tervezzük, hogy ők megálmodják a csokrukat, kitalálják a színeket, kitalálják a formáját, összeválogatják rá a brossokat, én pedig tulajdonképpen csak megvalósítom a terveiket. Ez egy alapcsokor egyébként, amit a kezemben tartok, ez 19.000 forint, ebben a színeket ők határozzák meg. A ragasztott kristályok és a gyöngyök ajándékban vannak hozzá, korlátlan számban, tehát önmagában már felöltözteti a csokrot, de hát aki úgy szereti a csillogást, mint én, az még választ rá egy brost, mint például itt ezen egy darab bros van. Itt látszik azért valami a kínálatunkból, körülbelül negyede annak, amivel rendelkezünk, tehát ha akár színest, akár aranyfoglalatot, akár ezüstöset kér, minden kérést tudunk teljesíteni. Az élővirágot azt nem szeretnénk semmilyen módon helyettesíteni, tehát aki élővirágot szeretne, az egy határozott elképzelés, és ott valószínűleg nem is gondolkodnak ebben az örökcsokorban. Ennek a egyik legfontosabb jellemzője, hogy elteheti örökre. Minden csokorhoz adunk ajándékba egy tartót, amit a hátam mögött is látszik a csokrok alatt. Ezt fekete vagy fehér színben választhatja a megrendelő, hogy mit kér. Ezt utána ki lehet tenni a polcra otthon, lakásdekorációnak is. Tehát azért ez egy olyan emlék, amire az ember visszanéz, ott van a polcon, emlékezteti az esküvőre. Az elmúlt egy évben nagyon sok megrendelő volt, akiktől majd most szeretném bekérni a képeket, mert jelezték, hogy ha érkezik hozzájuk valaki vendégségbe, akkor is mindig mindenki rámutat, hogy az ott mi a polcon. Tehát talán ez a legszebb benne, hogy el lehet tenni, nem kell szárítgatni. Illetve olyan színekkel tudunk dolgozni, amik a természetben nem mindig megtalálhatóak, de passzolnak az elképzelésekhez. Az aráknak a tökéletes ruha kiválasztása a legfontosabb. A kiállításon mennyasszonyi, koszorúslány és kísérő ruha bemutató várta az arénába látogatókat. Idén a hölgyeknek kedveztek a szervezők, az előző évekhez képest jóval több esküvői ruhaszalon várta a látogatókat a mai trendekkel, csipkékkel, tüllökkel és finom ízléses vagy akár egyedi extravagáns ruhakölteményekkel. Ez egy teljesen egyedi tervezésű és készítésű mennyasszonyi ruha. Azt hivatott bemutatni, hogy mennyire egyedi és különleges az haute couture szabászat, amit én képviselek a munkáim által. Ezt a textilt így nem lehet így, ahogy van megtalálni üzletben. Ezt magam képeztem ki, hogy ilyen legyen a rojtokat és minden egyéb részletét a textúrájának. És természetesen az apró részletek is teljesen egyediek. Ez a legfontosabb talán, amit el kell róla mondani, kézzel készített szinte az egész, tehát csak az alapok vannak géppel levarva, úgyhogy ezért ilyen különleges. Amit én hozzá tudok tenni már egy elképzeléshez, az az, hogy elmondom, hogy stílus az összeillik-e, esetleg két különböző stílust hogyan tudunk összehozni, úgyhogy az ne üsse egyik a másikat, illik-e a mennyasszonyhoz ez, tehát mindig beszélgetek velük egy jó másfél órát, mielőtt bármit is rajzolnék,
anyagokat választunk hozzá, mert nagyon sokszor az elképzeléshez nem megfelelő anyagot szeretnének. Ezért kiválasztjuk együtt az anyagot, melyik a legjobb hozzá, csipkéket, különböző kiegészítőket, amire ők nem is gondolnának. A jó cipő mindig fontos, nem csak hétköznap, hanem alkalomra is, hiszen gyakorlatilag megelőzi a deformált lábat. A mennyasszonyoknak a komfortérzet a legfontosabb, ugyanis reggeltől estig talpon vannak, így nem mindegy, hogy milyen lábbelit választanak ki a kitűzött dátumra. Gyakorlatilag csak női cipővel foglalkozunk, a női cipőből is csak a most jelen pillanatban az esküvői cipőt hoztuk ki, bár hétköznapi cipőket is forgalmazunk. A 2016 trendje a csipkecipő, a strass, a Swarovski kristályos cipő, és gyakorlatilag a letisztult formák. Van platformos cipőnk, amely 11 cm sarokmagassággal bír, és abból 1 cm a platformunk. Van előnyitott, van zárt megoldása. Ezek a kövek ékszercipőnek mondjuk gyakorlatilag, mert ez a motívum visszaköszönhet a ruhán is. Van strasszos cipőnk, ez egy nagyon közkedvelt márka, a Rosa Scent, 9 cm-es sarokmagassággal, 1 cm-es platformmal, gyakorlatilag a fehér szín az egy nagyon szép és domináns szín. Körülbelül olyan 50-50%-ba adunk el fehér és ivory cipőket. Nagyon különleges modellje a csipke. A női csipke mennyasszonyi ruha nagyon divatos most, és ehhez tudjuk ajánlani ezt a csipkével és strasszal díszített női cipőt. A másik pedig bokapántos, ami szintén csipkéből készül, 11 cm-es a sarokmagassága, és 1 cm-es rejtett platformban benne. A biztonságos járás pedig a bokapánt, amely szabályozható, ez egy nagyon stabil járást biztosít. Reggeltől estig lehet hordani ezt a cipőt, mert zselé talbetét van a belső részén gyakorlatilag bélésként megoldva. Sokszor nagy dilemma a pároknál az esküvői zene kiválasztása, a násznép ugyanis bulizni, táncolni szeretne a különleges eseményen. A ceremóniát követő ünnepi vacsora után a szórakozási a főszerep, amihez mindenképpen szükség van egy olyan zenekarra, DJ-re vagy előadóra, aki megfelelő hangulatot tud teremteni az est további részében. A kis jányácsóján a csoti tenyérvel. Hozz jó bot, amit a pamád imád, aztán hadd csókolja meg a hangos pici szád. A folytatásnak az lesz az ára, ha a legény gumit húz a faszekerére. A magyar ember kalapot tesz fejére, a szvári ballat üsténkedő nejére. Asszony gyorsan gyere be, te mostad a főztöd tőled, hogy befordulok. Ha lenáll a tiszta ingottan, te lehet, hogy csak szimplán. A legnépszerűbb választás manapság az esküvői zenekar, ám egyre nagyobb teret hódít az esküvői DJ szolgáltatás is. A lemezlovas a násznép összetételének megfelelően alakíthatja a számokat eredeti hangzásban, és repertoárja gyakorlatilag végtelen. Én esküvői DJ vagyok, illetve ceremóniamester, bár azt annyira nem hangsúlyozom, én inkább esküvői DJ-ként szeretnék részt venni az esküvőkön. A zenekar és a DJ között óriási a különbség, nyilván már a korosztály is meghatározza ezt, de a legfontosabb talán az, hogy a zenei repertoárom nekem végtelen, míg a zenekarnak sajnos kötött ez a történet. Én nem akarom igazából visszaadni a zenekari hangzást, mert nem tudom, az a zenekar privilégiuma. Én esküvői DJ-ként a diszkó hangulatot és a retro party hangulatot szeretném ide varázsolni. Technikailag egy nagyon-nagyon modern és mindig naprakész felkészült technikával érkezem, mind hangban, mind fénytechnikában. Tényleg nagyon exkluzív dolgokról van itt szó. Mindig a legmodernebb technikával érkezem. Bármilyen színűre például meg tudom színezni a helyszín falát, vagy éppenséggel lézersót csinálok, nyilván füstgépet használok. Zeneileg pedig hát abszolút diszkóérzés. Az idei esküvői kiállítás nagy népszerűségnek örvendett a fiatal párok körében, a szervezők pedig már most készülnek a jövő évi rendezvényre.